Ne érj hozzá! A kutya beleállította az ecsetet a festékes dobozba, és elégedetten vette szemügyre munkája végeredményét. A frissen festett öreg hintaszék sötét barnán csillogott. Hívogatóan állt a szoba közepén, várva, hogy beleüljenek és ringatózzanak benne. De muszáj volt még egy kis türelemmel lenni, és kivárni, hogy megszáradjon a festék. Vaunak a várakozás nem esett nehezére, sőt, egyenesen mestere volt ennek. Vele ellentétben Miu számára épp a várakozás volt a legkeservesebb, amit csak el tudott képzelni, mivel ő legszívesebben mindig nyüzsgött volna. Ne érj hozzá, figyelmeztette barátját Vau, mielőtt visszavitte festőeszközeit a műhelybe. Az ecsetet gondosan megtisztogatta, utána pedig beáztatta terpentinbe, majd visszaballagott a házba. A frissen mázolt hintaszéken egy mancs nyoméktelenkedett, Miú pedig kesztyűt húzott az egyik mancsára. Nem kellett nagy nyomozó tehetség ahhoz, hogy Vau rájöjjön, mi történt, amíg ő kiment a szobából. Nem én voltam, tagadott ennek ellenére Miú. Ugyan már, ki más lett volna, hördült fel Vau. És ha te fogtad meg a széket festés közben, figyelmetlenségből, nem szép dolog másokat hibáztatni, feleselt Miú. Az a nyom nem az enyém, az én mancsom sokkal nagyobb, sóhajtott a Vau. Röfi járt itt, mi alatt te a műhelyben voltál. Mondtam neki, hogy vigyázzon, nehogy hozzáérjen a székhez, de nem hallgatott rám. Te is tudod, milyen, próbálkozott Miú. Először is. Csak rövid ideig voltam távol, így az udvarom mindenképpen találkoznom kellett volna Rövivel. Másodszor. Ez nem csülök nyom hanem egyértelműen mancsnyom, sőt, ami azt illeti, egyértelműen macska mancs nyoma. Magyarázta türelmesen Vau. Wow. Nagyon okosnak hiszed magad. Ha éppenséggel tudni akarod, Röfi egy idegen macskával érkezett, aki csak föl alá mászkált egyfolytában, hiába kértem, hogy maradjon veszteg. Végül oda ment a hintaszékhez is, majd kiugrott az ablakon, Röfi meg utána ezért nem találkoztál egyikükkel sem. Na ehhez mit szól, nyomozó úr? a miú, miközben idegesen nyalogatta a szája szélét. Miért van kesztyű a mancsodon? kérdezte válasz helyett Vau. Miú a tarka kesztyűbe bújtatott mancsára pillantott. Fázni kezdtem, amikor az a vadmacska kinyitotta az ablakot. Különben meg azt húzok a mancsomra, amit akarok, akár tojás melegítőt is, ha úgy tartja kedvem vagy talán már ez is tilos? Vágott vissza Miú. Dehogy is tilos. Csupán furcsállom, hogy pont a jobb mancsot fázik, és a hintaszéken lévő nyom is éppen egy jobb mancstól származik. Na és aztán, ez nem bizonyít semmit. A jobb mancsommal csuktam be az ablakot. Nagyon nehezen ment, mert nem olajoztad meg a zsanérokat. Így aztán jó sokat kellett erőlködnöm, mire sikerült bezárnom. Ez alatt kezdett el fázni a mancsom. Csattan fel miú. Farka ide-oda cikázva hasította a szoba egyre sűrűbbé váló levegőjét, a szeme pedig úgy villogott, akár a frissen felszított parázs. Vau mélyet sóhajtott és úgy döntött, ennyiben hagyja a dolgot. Nyilvánvaló volt, hogy könnyebb újra lefesteni a széket, mint miút rávenni, hogy beismerje. Hibázott. Ráadásul Miú annyira határozottan tagadott, hogy Vau is kezdett elbizonytalanodni. Talán mégiscsak járt valaki a szobában. Lehet, hogy mégsem mi a hibás. Bau visszahozta a műhelyből a festéket, az ecsetet, meg egy kis csiszoló papírt, és munkához látott. A hintaszék frissen festett felülete hamarosan ismét hibátlanul csillogott. Miú egész nap a szoba sarkában ült, és kesztyűs mancsát dörzsölgette, mintha dideregne. Éjjel nyugtalanul forgulódott az ágyában, még akkor sem vette le a kesztyűt. Vau békésen aludt. Másnap Miu szinte mindent a balmancsával csinált, mivel kesztyűben nehéz volt kenyeret kenni, vagy lapozni egyet a verses kötetben. Délutánra végre megszáradt a festék a hintaszéken, így Vau ismét elfoglalhatta kedvenc helyét egy csészeteával a mancsában. Halkan dudorászott, és a kájhában lobogó tüzet bámulta. Milyen kellemes nap, Mormont. Szavai belevegyültek a gőzölgőte a párájába, majd elillantak az alkonyi homályban, mivel senki sem ragadta meg őket. Miú komoran gubbasztott a sarokban, és didergő mancsát dörzsölgette, amely olyan volt akár egy jégtömb. A macska legalábbis így érezte. Haragszom, szólalt meg váratlanul Vau. Miú összerezzent. Rám? kérdezte félénken. Igen, bólintott Vau. Azért haragszom, mert nem bízol bennem. Azt hittem, jó barátok vagyunk. De én azt hittem fordítva van hogy te nem bízol én bennem válaszolta meglepettem, Miú. Egy barátnak olyasmit is el lehet mondani, amit szégyellünk, vagy nehéz róla beszélni mondta Vau. Miú elkerekedett szemével nézett Vaura, majd nyelt egyet, és lassan lehúzta a kesztyűt. A mancsán, még mindig ott barnálott a festék. Ne haragudj, nyávogta halkan. Behozom a terpentint, hogy leszedhessük azt a foltot, állt fel Vau. Miú dermet mancsában, jó leső meleg áradt szét.